beszél. Szóval láthatólag egyre távolabb kerül a célpontjától. Imen a Limmel legyen distanc. És az a megkérdésem ott a nézőktől, hogy gyorsan tessék megtalálni az új helyünket. Középen az elépcső kelleni fog nekünk. Igen, tessék lejjebb menni, tessék menni. Egyet lehúzni. Egy pillanat, zárják a területet, ne tessenek átjönni most. És még egy utolsó, legmagasabbról talán nem megy már tovább. Igen. Köszönjük szépen, és most a ráadás. Természetesen akkor most kérném, hogy zene elhalkul, és a közönség is maradjon csendben, és megismerik, milyen volt a zengő nyílveszővel történő lövés. Csendet kérnék. Ennél speciális fej. Végmények csendben. Hőmények. Igen, köszönjük szépen! Ez a zengő nyílveszőnek az volt a feladata, hogy lövés vezetést csinál, tehát mutatja a többi íjás számára is, hogy milyen irányba kell lőni. Hogyha ezt meggyújtották egyébként, akkor meg a célpont köré és a éjszaka sötétjében is körülbelül látták az íjászok, hogy hova kell lőni a helyiségét. Thank you.
Tóth Gábort és Kortkori Mercsét látták. Ha odafigyeltek, akkor a tanítványok körülbelül 6-8 éves szöltöknek a bal kezüket a kerítet. Ez a lőgyorsaságot nyilván ezt befolyásolja. Ezt a mesterséget hamar meg lehet tanulni, 20 éven keresztül kell naponta 8 órát lovagolni, és körülbelül 4-5 órát pedig hiászattal tölteni, és menni fog körülbelül ezen a szinten. Még egyszer mondom, legalább 20 év. Tehát ezen a rövid vágtán kasillalos és három lövés tart, de a különbség az, hogy a célpont kisebb, de ugyanúgy ez a 12 méteres kis rövid vágtán adja a lövést. Áll kasillalos, hát mit rej, sízi, gestártet, állad a szélbés már és szvédet is kájna. Most már 4 lövés szab le 2 célpontra. Gyert szélvésen be fél, fél fejlen. Akinek Guinness rekordja is,
A 24 órás lovasíjász a csúcs rekordere, saját maga próbálta megdönteni saját maga rekordját, egyébként ez sikerült, de utána azt mondta, hogy azért embertelen feladat 24 órán keresztül lovasíjászhatott művelni és gyakorolni.